Nagyot nőtt Hargit, amennyiben azok száma, akik nem fizetnek egészségügyi biztosítást, így nem is jogosultak az egészségügyi szolgáltatásokra. A közel 311 ezer lakosból mintegy 55 ezeren tartoznak ebbe a kategóriába. Hargita megyében az elmúlt évben nem változott számottevően sem az alkalmazottak száma, sem a vállalkozók száma, szintén viszonylag állandó a nyugdíjasok száma is. Így a Hargita megyei egészségbiztosító pénztár igazgatója kétféle magyarázatot lát arra, hogy miért nő a biztosítás nélkül élők száma. Egyrészt kevesebb gyermek születik, másrészt sokan dolgoznak külföldön, ők nem kötnek szerződést a hazai biztosítóházzal. Van egy eléggé vaskos kategória, akik nem léteznek a rendszer számára. Magyarán se nem járulnak hozzá, se nem részesednek valamilyen kedvezménybe, olyképpen, hogy biztosítottá váljanak. Ezek száma évről évre sajnálatos módon nő. Ha tavaly és a tavaly előtti adatokat vesszük figyelembe, akkor majdnem egy 5000-es növekedés észlelhető. Egészségügyi biztosítást fizet mindenki, aki hivatalosan dolgozik. Vannak továbbá kategóriák, akik biztosítottak, anélkül, hogy kifizetnék a hozzájárulást. Ők a gyermekek, a diákok, a fogyatékkal élők és a terhesnők. De az is lehet biztosított, aki saját magának fizeti havonta a hozzájárulást. Jelen pillanatban az országos minimálbérnek az 5,5%-át kell kifizetni az egészségügyi járulékra, ami azt jelenti, hogy 69 lejbe kerül, mivel hogy február 1-től emelkedik a minimálbér, 80 lejbe fog körülbelül kerülni, tehát 1450 lejnek az 5,5%-a. Hargita megyében a lakosság közel 43%-a fizeti a hozzájárulást, mintegy 40%-a alapból biztosított, a lakosság közel 20%-a pedig nem rendelkezik biztosítással. Ők csupán sürgősségi ellátásra jogosultak, más egészségügyi szolgáltatásért fizetniük kell.